Mindössze 20 másodperc állt a bűnmegelőzési vetélkedő háromfős csapatai rendelkezésére, hogy megválaszoljanak olyan kérdéseket, mint például, hogy melyik szervezet biztosítja az emberek általános biztonságát, vagy például azt, milyen szervezettel működik együtt a rendőrség, az Országos Vagyonvédelmi Bűnmegelőzési Program, a Házhoz Megyünk programon belül. A játék idén egy telefonos alkalmazáson keresztül folyt, a családtagokból álló csapatok okostelefonjaikon nyomtak rá a helyes válasz betűjelére. Jó a kapcsolatunk a tamási rendőrséggel, és nagyon fontosnak tartjuk a bűnmegelőzést a fiatalok körében, ugye, hogy felkészítsék őket az életre, illetve hogy felkészítsék őket, hogy milyen veszélyek várnak rájuk. A Házhoz Megyünk programot az ORFK még 2015-ben indította annak érdekében, hogy az emberek biztonságérzete nőjön. A családok jelentkezését vártuk, egy fő felső tagozatos, egy fő szülő, illetve egy fő nagyszülő személyében. Háromfős csapatoknak különböző vagyonvédelemmel kapcsolatos kérdésekre kell majd válaszolniuk, illetve lesznek gyakorlati feladatok is, és a versenynek a végén a győztes család fogja Tolna megyét képviselni az országos versenyen. Tolna megyét egy dombóvári csapat képviseli majd az országos döntőn, de senki nem távozott üres kézzel, valamennyi résztvevő csapat vagyonvédelmi eszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kapott. A bűnmegelőzési naphoz kapcsolódva együttműködési megállapodást írt alá Szabó Csaba, Tolna megyei rendőrfőkapitány, a megyei bűnmegelőzési tanács társelnöke, és Molnár Csaba, a Dél-Dunántúli építészkamara elnöke. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy az építészek úgy tervezik majd meg a megye parkjait, épületeit, környezetét, hogy azok megfeleljenek az építészeti bűnmegelőzési irányzat alapelveinek.